Amint látták is, Robák Ferenccel folytatjuk a Start műsorát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nem csak volt nagykövet meg címzetes egyetemi docens, hanem Magyarország uniós elnökségének, a 2011-esnek volt a kormánybiztosa, úgyhogy közelről látta, hogy hogyan kell egy ilyet megszervezni, és hogy hogyan fogadják az embert, ha rendben van minden. Akkor még rendben volt nagyjából minden, igaz? Hát ugye kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni. Csak most másfelé folyik a folyó is. Különbség és hasonlóság is van. A politikai háttér az akkor sokkal kedvezőbb volt Magyarországon is, tehát a magyar elnökség a frissen megalakult Orbán kormánynál teljes magyar parlamenti párti együttértéssel támogatást nyert, és Európában is van egy újonc tagállam, segítsük nekik, hogy jó sikerüljön, mi meg büszkén mondtuk, hogy nem kell annyira segíteni, mert mi egyébként is meg tudjuk csinálni. Most a másodiknál egy kicsit nehezebb a helyzet, mert szakmailag több idő volt az előkészületre, nagyon jó magyar szakemberek vannak, politikailag viszont se Magyarországon, se külföldön nem olyan a környezet, mint annak idején. Úgy értékelik az elemzők, akik ezzel foglalkoznak itthon és külföldön is, és akik nem az Orbán kormány elkötelezett hívei, hogy eleve nem volt jó a hangulat Magyarország körül, a magyar kormányzás körül az Európai Unióban, és amikor uniós elnökséget megkapta Magyarország, azon nyomban elment Orbán Viktor Putyin, azon Putyin elnök a sajtótájékoztatón úgy kommunikált, hogy ő az európai soros elnökként van itt. És ez gyakorlatilag megrontotta a következő fél évet. Ön is így látja? Hát inkább úgy, hogy a magyar miniszterelnök szeret azért mindig újdonságokkal előjönni, és hát Magyarországot is, mint ahogy Európát nagyjá akarja újra tenni, az ugye az Európai Uniós elnökségnek a mottoja. Egy kicsit a Trump-féle jelszóra haja az, hogy tegyük Európát újra nagyjá. Ebből önmagában balhé volt, hogy ezt miért kellett átvenni, igen. Ez a politika. Tehát, na de ez... a putyini látogatás az talán nem volt annak a része, ami egy uniós tagállamnak, amely az uniós abszolút elnökséget nem, mert ellátja. Ugye, ahol a magyar kormányfő is ül, ez az Európai Tanács, annak nem mi vagyunk az elnökei. Annak van egy általam, egy hosszú évekre megválasztott elnöke. Nem mi vagyunk az elnökei, a külügyminiszterek tanácsának se, annak egy állandó főképviselő az elnöke. De mi csak az összes többi tanácsi formációnak vagyunk az elnökei, az agrárformáció, az igazságügyi, belügyi és így tovább. Tehát elvileg nekünk az lenne a dolgunk az elnökség alatt, szakmailag, hogy azokat a közös ügyeket, amiket az európaiak elhatároztak, azokat vigyük tovább. Javítsunk az európai együttműködésen minden tagállam érdekében, és ezeknek a közös ügyeknek a vitele, ez a szakmai munka. Ehhez a magyar elnökség egyébként megint prioritásokat vázolt föl, ebben nem volt benne a tegyük újra Európát, hanem az, hogy versenyképesség, megvan a 7 prioritás, versenyképesség, bővítés, közös védelempolitika, migrációnak a helyes kezelése, kohéziós politika, agrárpolitika, politika, demográfiai kihívások, tehát megvannak ezek a szakmaiak, amit szépen munkacsoportonként, szakértői csoportonként szépen viszünk előre, elsősorban Brüsszelben. A reflektorfény itthon általában azokra az eseményekre szokott fordulni, amit mi szervezünk. Na most ezek a legkevésbé, szakmailag a legkevésbé fontosak, politikailag a legfontosabbak, mert ezek Magyarországon vannak, de ezek eleve informális ülések, ahol nincs igazán napirend, nincs igazán döntés, azok csak inkább ilyen előkészítő dolgok, meg hát elvileg arra szolgálnak, hogy Magyarország bemutatkozzon a többieknek, hogy gyertek el, mindig Brüsszelbe ülünk össze, most az egyszer gyertek el egy fél évben egyszer ide, és nézzétek meg, hogy milyen Magyarország. Amikor ön volt a kormánybiztos ennek az ügynek 2010-ben, tehát 11 első fél évében volt Magyarország először uniós elnök, akkor 10, ha jól emlékszem, 10 ilyen magyarországi nagy esemény volt, ahol miniszterek jöttek Budapestre vagy Gödöllőre, úgymond konferenciára. Még 17 informális miniszteri tanácsülés volt, volt sok miniszteri szintű konferencia, tehát mozgott az egész. Most is elvileg mozogna, csak ugye akkor egy csak januártól... Csak nem jönnek el. Eljönnek azért, azok eljönnek, akik értenek hozzá, természetesen a miniszterek is értenek hozzá, de az, hogy ki
kik jönnek el, ez megint egy politikai üzenet, hogyha... Itt álljunk is meg egy kicsit, igen. Ugye két olyan ügy van most, ami ebből a szempontból kifejezetten kínos, a külügyminiszterek ügye, és a pénzügyminiszterek. Ugye a pénzügyminiszteri találkozó a legközelebbi szeptember közepén, amelyik most igen. ránk ég, mert hogy a jelek szerint az uniónak nagyjából a fele nem miniszteri szinten képviseltetni magát, és így felmerült, hogy ne is Budapesten legyen ez a találkozó, hanem Brüsszelben. Ezek azért kudarcok a magyar politikának, ezt nem lehet eltitkolni. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát visszalépni abból, hogy ott jártunk Moszkvában, pacsisztunk Putyinnal, ebből nyilván nem lehet. Hát a politika része, mindig nagyon élesen ketté választanám a politikai része. Ez a politikai rész, hogy a miniszterelnökök, miniszterek mit nyilatkoznak, hova mennek, milyen szinten, ez inkább szimbolikus. Az elnökségi munka, a szakmai munka, az nélkülük is folyik. Tehát az egy politikai üzenet, ami eddig is folyt, ahogy ön említette, ez a vetélkedés, ez a harc, hogy Európán belül ki milyen pozícióból tud fellépni. Magyarország az ilyenből, amit éppen jelenleg elintézett magának. Tehát ez a politikai rész, a moszkvai út, egyébként ott is a magyar miniszterelnök nem mondta, hogy ő az elnökség nevében. De Putyin elnököknek nem is javította ki, aki mondta, hogy így is között. Tehát ezek ilyen finomságok politikai, amit valaki így ért, valaki úgy ért, hát látjuk, hogy az európai partnereink hogy értik ezt. Említette az egyik legfontosabb kérdést, a gazdasági kérdések intézését az Európai Unióban. A jelek szerint ez halad a legjobban. És úgy tűnik, mintha ez az uniós gazdasági gyorsítás kérdése, ez lenne a leginkább konszenzusos az uniós partnerekkel. Ez az egyes számú prioritás a magyar elnökségnek. Egyébként az első elnökség alatt is pont egy gazdasági szemeszter, a 6-os gazdasági csomag volt a legnagyobb sikerünk, amit sikerült elérni, a pont a magyar elnökség alatt sikerült befejezni, és azóta is működik. Most is ez, hogy a versenyképességgel kapcsolatban mindent, ugye a versenyképesség egyébként ehhez a politikai szlogenhez is kapcsolódik, mert ugye a versenyképesség azt jelenti, hogy Amerika, Ázsia mellett Európa is próbáljon meg felzárkozni ezekhez a nagy világtendenciákhoz, és erre mindent meg. De úgy, hogy volt már Magyarországon például igazságügyminiszteri tanácsülés is, és ott is az volt, hogy a jogi rendszernek a versenyképessége. Még egy nagy különbség a két elnökség között, hogy mi egy január-júliusi elnökséget csináltunk, ami nagyon forgalmas. Hát áprilisban volt olyan, hogy egy napon volt 3-4 tanácsülés. Most viszont júliusban kezdődött, augusztus az mindenkinek egy szünet, gyakorlatilag nincs semmi, illetve voltak az európai választások, ami miatt most áll majd föl a bizottság, akik elkezdenek majd dolgozni, tehát a mostani elnökségnek ez a holt szezonba eső része, ez természetesen nem olyan forgalmas, mint annak idején volt. És augusztus vége van, tehát hogyha ezzel kötjük össze azt, hogy miért ilyen csendes az uniós elnökségünk, akkor lehet erre fogni. Erre fogjuk, vagy mondjuk azt, hogy ez nem lesz annyira sikeres, mert hogy nem partnerek a másik oldalon. Én biztos, hogy benne szakmailag sikeres lesz, tehát a magyar szakértők nagyon jók, kiválóak, tehát abszolút bármelyik európai országnak a szakértőivel felveszik a versenyt. Szakmailag sikeres lesz, hogy politikailag milyen lesz, az egy más kérdés. Az, hogy mennyire figyelnek rá, az első elnökségen is sokkal nagyobb érdeklődést keltett az, hogy pálinka automata van a reptéri válóba, vagy kiállítottuk a gömböcöt, ugye ezt a nagy magyar matematikai találmányt, mint az, hogy pontosan mit csinálnak a miniszterek Gödöllőn a csúcsértekezletek. Na de most ilyenek sincsenek, tehát nagy találmányainkat se látja Európa. Hát a pálinka automata, nem tudom, az mennyire hiányzik. De legalább az lenne. Az egy ilyen, mielőtt elutaztak volna, hangulatjavító intézkedés volt, meg hát mégis a pálinka az egy ilyen magyar alapélelmiszer. És hova lett a pálinka automata után? A külügyminisztériumnak egy darabig a panoráma termébe volt, ott fönt az emeleten, ahol az étterem is van. Én egy-két, amíg hazajártam, akkor már nagyköveti posztot töltöttem be, egy-két évig hazajártam a misszióvezetői értekezleteken, próbáltam elintézni, hogy legalább akkor hozzák le, de nem nagyon sikerült. De így legalább érthető, hogy a magyar külpolitika ja. miért imbolyog egyre. Nem sikerült. A pálinka automata azok a mindennek. Robák Ferenc, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.